Sziasztok! Én is sok-sok szeretettel köszöntlek mindannyiatokat. Tényleg kezd véget érni a nyári üzemmód. Ugye mi is egyik hétvégén nem vagyunk, másik hétvégén vagyunk, aztán most lassan vége a nyárnak, és szépen hízik a létszám. Lassan nagyobb termet kell bérelnünk. Van rá látásom, hogy nagyobb teremre van szükségünk. Nem hajtunk a számokra, meg se fordul a fejünkben ilyesmi, de nagyon szeretnénk, hogyha ezt az üzenetet, ha az evangéliumot sok ember hallhatná. Tehát én pontosan emlékszem, hogy velem mit tett. Tehát 25 évnyi kegyelem hívőség után egy ébredés, egy friss rápillantás az evangéliumra. Egyszerűen az észrevétele, hogy mi is ez egyáltalán, és csak egész egyszerűen új erő, új élet, új szabadság ébredt. Csak nem maradtok ti is, de jó, 3-mal plusz létszám. Azt hiszem, hogy nagyon fontos gondolattal készültem, és az érzésem, hogy talán ez is egy sorozat lesz. Valószínűleg nem fér bele egy üzenetbe, kettőbe, de lehet, hogy háromba se, de annál fontosabb. Igazából Isten védelméről szeretnék beszélni. Ez az egyik nagy téma, a védelem. A másik nagy téma, ami ehhez majd fogjátok látni, hogy bizonyos értelemben kapcsolódik, az a gondoskodás. Isten védelme, hogy ő védelmez minket, hogy szeret minket, törődik velünk, és a mi ellenségeink az ő ellenségei. A mi gondjaink az ő gondjai. A mi problémánk az ő problémája. És ő védelmez minket. És a másik oldalról egy viszonylag hasonló gondoskodása Istennek az a gondoskodás, hogy ő szeret minket, és a mi szükségeink az ő szükségei, a mi vágyaink, ha lehet így mondani, ezek átmennek ő rajta is, és ő törődik velünk, gondoskodik rólunk, gondoskodik, mondhatjuk akár most csak ebből a szemszögből, gondoskodik anyagilag. És erről a két témáról szeretnék beszélni bőségesen, egyszerűen azért, mert a Csonka evangélium az az evangélium, amely mindössze annyit mond, hogy a kereszt Jézus Krisztus halála semmi egyebet nem tett, mint megmentett minket a kárhozattól, ami azért semmi egyebet, hogy köszönjük szépen, úgy értem, örök életet adott nekünk. Nem csak kifizette a bűneinket, nem csak az adósságunkat felszámolta, ami megint egy hihetetlen dolog. Tehát ezt értenénk, hogy nincs több kárhoztatás, hogy Isten nem emlékszik a bűneinkre, hogy a bűn többé nem probléma, ez csak alapvető, de ennél több van, de mondjuk azt, hogy kegyelmi közösségek ezt értik. És aztán a következő, hogy megigazított minket, hogy a maga igazságát adta nekünk, a jogállapotunk olyan lett, mint Istené. De, és ez is egy, ha ezt értenénk, tehát hogyha nekem ez sem megy bele a fejembe, ezek óriási dolgok. És ami erre ráépül, gigantikus. És egész biztos, hogy önmagában ezekről is sokat fog még beszélni, de kegyelmi körökben is sokszor megállunk, amellett, hogy Jézus Krisztus váltságműve nem volt több, és ez a nem volt több megint rosszul hangzik, de hogy nem terjedt ki ennél sokkal több mindenre. És így sok hívő úgy érzi, hogy bár megmenekült a kárhozattól, bár megigazult, az élet számos további kihívásával egyedül kell szembenéznie. Hogy Isten valamiféle segítséget esetleg nyújt, valamiféle szurkolóként ott van a háttérben, nem tudom, hogy milyen elképzelések élnek ezzel kapcsolatban emberek fejében, nyilván amilyen neveltetésben, amilyen keresztény kultúrából származunk, annyiféle elképzelés van, de legtöbbször ahhoz, hogy Isten az életem többi területével is foglalkozzon, hogy áldott lehessen, többnyire cselekednem kell, többnyire valamilyen teljesítményt kell nyújtanom. Jó esetben, rossz esetben
van olyan Isten kép is emberekben, hogy Isten egyáltalán nem foglalkozik az élet többi területével. Őt csak a szellemi dolgok érdeklik, és a mi hétköznapi életünk gondjai, azokon emelkedj felül, és foglalkozz a szellemi dolgokkal. És azt látom, hogy az ige ennél kimondhatatlanul magasabb, mélyebb, szélesebb, hosszabb megoldást ad. Isten kimondottan, teljes egészében törődik az életünk többi területével is, mégpedig az evangéliumra alapozva. Tehát azzal a bevégzett munkával, azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, az örömhírrel elvégeztetett, megszületett a döntés, elrendeltetett, hogy ő az élet többi területével is foglalkozik. Mint ahogyan biztos vagy benne, hogy örök életed van, mint ahogy biztos vagy benne, hogy a bűneid megbocsájtattak, úgy biztos lehetsz benne, hogy Isten melletted van, mint védelmező. Mindjárt mondunk egy imát is, de csak egy gondolat. Ugye, nem, imádkozzunk most, és aztán bevezetőnek ennyit, és a bevezető bevezetője véget ért, és belevágunk. Mennyei Atyánk, Úr Jézus, csak kérünk téged, hogy te add a szavakat, amiket hallanunk kell. Te szólj hozzánk. Te kell, hogy meggyőzz minket. És olyan könnyű csak itt lenni, csak testben itt lenni, ahelyett, hogy szellemben, hogy a szívünkben várakoznánk, hogy lenne egy várakozásunk, egy találkozás veled. Én ezt szeretném, én most nem akarok csak úgy beszélni. Sok szó, ha te nem vagy itt, ha te nem vagy benne, semmi haszna. És ugyanígy figyelni, érdemes úgy figyelni, és kérünk Jézus, adj nekünk hallást, Szent Szellem, add, hogy meghalljuk, amit te mondasz nekünk. És hogy az életünkön ez nyomot hagyjon, hogy az életünk megváltozzon az alapján, amit te mondasz nekünk, amit te elvégeztél, amit nekünk adtál. Ez nem múlhat el nyomtalanul, ez nyomot kell, hogy hagyjon rajtunk, ez meg kell, hogy változtassa az életünket. Mert azért csináltad, hogy az életünk megváltozzon. Köszönjük. Köszönjük, Jézus. Köszönjük a te drága nevedben. Amen. Amen. Elsőnek lapozzunk a 91. Zsoltárhoz. A 91. Zsoltára a legnagyobb védelmi ima, amit csak el lehet képzelni. Olyan legendák keringenek, hogy a második világháborúban azok a katonák, akik megtanulták a 91. Zsoltárt kívülről, azok ezzel a Zsoltárral élték túl a háborút, hogy ennek a Zsoltárnak a szavai ténylegesen működtek. Ennek a Zsoltárnak az ígéreteit, amelyek valójában... Köszönöm szépen, ez egy jó ötlet volt. ennek a Zsoltárnak az ígéretei csak egész egyszerűen egy pajzs, egy páncél az ember körül. És nem a Zsoltár szavai, nem a Zsoltár ígéretei, hanem a Zsoltár Istene. Az az Isten, aki erős, hatalmas, és ezt ígéri a hívőnek. És azt gondolom, hogy csak a 91. Zsoltárt végigvenni legalább két Isten tisztelet. Legalább kettő. Vagy három. Úgyhogy most ebbe csak belekóstolunk. Néhány gondolatot megnézünk, és hogyha az Úr adja, akkor még további verseket most, aztán lehet, hogy a többit később. Oké, a következő. Első vers. Aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen.
a fenséges rejtekében lakik. Megnéztem a héber szavakat, és egy kicsit precízebbek, egy picit finomabbak, de egész jó, egész jó. Tehát ez ebből is értjük. Aki a fenségesnek, ez Isten neve, azt mondja, a fenségesnek rejtekében lakik. A lakik szó az a megnyugszik, letelepszik, ott pihen. Valójában egy választás. Az, hogy hol telepszem le, hogy hol keresek védelmet, az igazából az én döntésem. És itt ebben a versben benne van ez a döntés. Azt mondja, hogy aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható, és itt a Jahve szó szerepel, így mutatkozott be Isten Mózesnek, amikor Mózes megkérdezte tőle, hogy mit mondja, ki küldött, és azt mondja, hogy a vagyok küldött. Ez igazából Isten hatalmának az egyik kifejezése. Azt mondja, hogy Isten hatalmának árnyékában pihed, mondhatjuk ezt. Tehát aki a fenségest választja lakhelyül, az ő árnyékában, az ő hatalmának az árnyékában pihenhet. Ez egy nagyon jó kép, ez egy nagyon hasonló kép, mint ahogy egy gyerek biztonságban van. Ő a szüleinél lakik, és a szülei hatalmának az árnyékában pihen. És tudjuk, Isten ezt többször mondta nekünk, hogy ha csak nem leszünk olyanok, mint a gyerekek, ugye, a gyerek az, aki érti Isten országát, mert Isten erős és nagy, gondoskodó, törődő, mi gyengék vagyunk és kicsik, bizakodók és függők, és ebben a bizakodásban és függésben aztán mi is erősek. Olvassuk tovább, azt mondja, hogy az, tehát aki a fenséges rejtekében lakik, és ilyen módon a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. És csak figyeljetek, hogy mit mondhat neki, ezt teljes joggal mondhatja. Ez az kijelentheti, úgymond útlevele van, igazolása van róla, nem is tudom, valami tekintélyesebbet akarok mondani, nem jut jobb az eszembe. Azt mondhatja az Úrnak, figyeljetek, oltalmam és váram. Oltalmam és váram. Oltalmam nagyon jól hangzik. Váram. El tudtok képzelni egy várat? Egy középkori történetet képzelj el. Ugye mi egy civilizált, kultúrált világban élünk, ahol itt az országon belül nem nagyon van háború, senki a kerítésedet se ugorhatják át, és igazából úgymond biztonságban vagyunk, ha csak nem jön egy rabló vagy valami, de őket akkor kergeti a rendőrség, rend van. De a régebbi időkben rablók jártak, ellenséges portyázó katonák jelentek meg, háborús idő volt, várakat nem azért építettek, mert divatosak voltak és jól mutattak, hanem várakat azért építettek, mert védelmet jelentettek. Egy vár akkor is megvédett, hogyha anarchia volt körülötted. Egy vár akkor is megvédett, ha háború volt körülötted. Ugye, egy sereg odavonulhatott a vár aljába, és évekig tudták tartani azt a várat, ha jól csinálták. Egy vár az olyan, hogy ott ülsz a tornyában, és azt kérdezed a lövészár, vagy mi ez a vizes árok túloldalán fenyegetőző szomszédtól, hogy mit akarsz? Mit szeretnél? Nem, bocsáss meg, nem hallom a hangodat. Nagyon mond hangosabban. Azt mondja az ige, hogy azt mondhatom az Úrnak, hogy oltalmam vagy, és a váram vagy. Isten, a várunk, a hely, ahol lakhatunk, egy erődítmény. Az ő személye egy vár számunkra. Azt mondja, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. És nézzük ezt meg egy másik fordításban is. Azt mondja, hogy egy másodperc türelmet kérek. Hát, ha egy kicsit gazdagabb lesz tőle. Aki a fenséges rejtek helyén lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Teljes biztonságban. Azt mondom az örökkévalónak, te vagy Istenem, bízom benned. Te vagy erős kőváram, benned védelmet találok. Ez jobb ez a fordítás. Főleg a második részét figyeljétek meg jobban.
így mondja, a mindenható árnyékában nyugszom, teljes biztonságban. Ugye az elsőben is benne volt, hogy ő a mindenhatót választotta lakhelyéül. Itt a másodikban is benne van, hogy ő azt mondhatja, de azt is mondja az Úrnak, hogy te vagy Istenem, bízom benned, benned bízom. Te vagy erős kőváram, benned védelmet találok. A gondolat, amit az ima előtt el akartam kezdeni, de jobbnak láttam ide halasztani, az az, hogy erről sokszor beszéltünk, hogy Isten a maga ígéreteit, a bevégzett munkát és annak az életünkben való kifejeződését hozzá kötötte egy nagyon egyszerű, nagyon apró pici dologhoz, a hithez. Isten zsidó 11.1 hitet vár tőlünk, 11.6. Annak, aki az Istent keresi, hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És ez előtt azt mondja, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. És itt nem a kedves a lényeg, hanem az, hogy Isten téged személynek teremtett szabad akarattal, szabad vagy, olyan vagy, mint ő. A fia vagy, a lánya vagy, a mennyasszonya vagy, szabad. És mint olyan, ő szeretné, hogyha szabad lényekként lehetnétek kapcsolatban, közösségben. És nem erőltet rád, nem kényszerít rád, nem bírálja felül a szabadságodat, amennyire csak lehet. Sőt, lehet, hogy mondhatnám, hogy mondhatom, egyáltalán nem. És ezért azt mondja, hogy ahhoz, hogy amit én elterveztem, amit én szeretnék, ahhoz, hogy az működjön, neked is szeretned kellene. Neked is igent kéne rá mondanod. A hitről biztos, hogy sokat fogunk még gondolkozni. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És itt ez az úriember, vagy bárki is írta ezt a Zsoltárt, bizonyságot tesz arról, hogy neki mi a képe a valóságról, hogy ő miben van meggyőződve, hogy ő mit hisz. Ő azt hiszi, hogy nekem a mindenható Isten a menedékem. Nekem a mindenható Isten az Istenem, és én ő benne bízom. Azt mondja, hogy nekem a mindenható Isten a váram. Nekem ő a váram. Azt mondom az Úrnak, hogy te vagy Istenem, bízom benned. Figyeljetek, ez nem természetes. Nagyon sok az előbb említett világkép, vallásos hiedelmek fényében nem biztos, hogy ezt mondjuk Istennek. Van, aki azt mondja Istennek, hogy te vagy a problémám. Te hoztad a bajt az életembe. Nekem nem te vagy a váram, hanem te vagy a nyűgöm. Ó Isten, dicsérlek, mert te vagy a szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Te vagy az, aki előtt nekem teljesítenem kell, és valószínűleg mindig alul maradok, úgyhogy valószínűleg neheztelsz rám, úgyhogy ha most bajban vagyok, tudom, hogy magamra maradtam. Nem is vagyok méltó rá, hogy segíts. Azt mondom az Úrnak, hogy az élet sok-sok terhe mellett te csak egy extra teher vagy. Mert nem csak, hogy hordoznom kell a hátamon a családot, a pénzügyeket, a dolgaimat, és nem csak hogy fenyegetnek jogilag, fenyegetnek anyagilag, fenyegetnek akár konkrétan fizikailag, de te is elvárod, hogy a törvényed szerint éljek, és jutalmazol, és büntetsz. Értitek? Ha ilyen istenképünk van, ha ez a hitünk, akkor hol lesz Isten a várunk? Hol lesz a félelem pillanatában az első gondolatunk az, hogy nekem a mindenható az Istenem, hogy én ő nála veszek lakozást, és az ő árnyékában nyugszom, és én ő benne bízom, és nekem ő a váram, nem ezt mondjuk. Nem ezt mondjuk. Tudod, mikor mondod ezt? Ha van egy egészséges képed Istenről, hogyha van egy egészséges képed Istenről, és az evangélium az eszméletlenül, hihetetlenül jó hír, hogy Isten emberré lett,
kifizetett mindent, helyrehozott mindent, neked adott mindent, egy ilyen Istent ír le. És ennek az Istennek, ennek az igazán ajándékozó, igazán törődő Istennek a rendje íródik meg ezekben a versekben. Ezeknek a verseknek meg kell, hogy engedd, hogy újra építsék az elképzelésedet, nem csak Istenről, hanem Isten fényében az egész életről, az életben való hozzáállásodról, arról, hogy hogy viszonyulsz a problémákhoz, hogy viszonyulsz a jövőhöz, a jelenhez. Ezek nem csak szélbe kiáltott szavak, amiket hallasz és legyintesz, ezek azok a szavak, amik a valóságot írják le. Azt a valóságot, amit Isten a saját életével és vérével fizetett meg. A mindenható, aki a szavával hordozza a mindenséget, aki szólt és a semmiből előállt, a mindenható, aki hadseregeket tüntet el, akár egy szavával, egyetlen angyalt küldött a zsidókat támadó seregek ellen, és lemészároltak mindent, reggel már csak a javakat kellett összeszedni, ugyetem szétnyitotta a vörös tengert, értitek, a mindenható Isten veled van, és azt mondja, hogy ha nálam veszel lakozást, ha azt mondod nekem, hogy én vagyok a te Istened, ha azt mondod nekem, hogy bízom benned, ha azt mondod nekem, hogy te vagy az én váram, akkor bizony számíthatsz erre a valóságra. És ezt tudjátok, nem vallás, ez nem vasárnapi tanítás, ez nem kultúra, vagy a szöz tudja micsoda, meg vagyunk róla győződve, hogy ennek a könyvnek a szavai a valóságot írják le. A valóságot, ez a valóság. Van egy Isten, és törődik veled. Hiszed-e ezt? Mert ezek a szavak nem követelőznek, nem emelik fel a mutató ujjukat, nem kényszerítenek rá, hogy hidd, de azt mondják, hogy ez annak működik, aki hiszi. Csak egyszerűen hiszi. Ez a tiéd. És hogy lesz a tiéd? Ha leegyszerűsítjük oda, hogy az evangéliummal, az pont jó. Ez része az evangéliumnak. Ez része Isten megváltásának. Hiszed-e Jézus Krisztust, halálát, feltámadását? Hiszed-e, hogy amikor te elfogadtad őt megváltótként, akkor belekeresztelkedtél, hogy te most már Jézus Krisztusban vagy, hogy ő a fej, és mi pedig az ő testének a tagjai vagyunk. Ha én vagyok a hámszőr, vagy mi az a hámsejt a talpán, akkor is benne vagyok Jézus Krisztusban. És akkor is minden az ő lába alatt van. És akkor is minden az én lábam alatt van. Hiszem-e ezt? Hiszem-e ezt? És erre a válasz nem mindig nagy igen. Értitek? Tehát most nem azt akarom mondani, hogy baj van a hitetekkel, ezt kéne hinnetek, miért nem hisztek? Nem, én csak egy kicsi nyomorult ember vagyok, akit az élet problémái szele, tól jobbra, tól balra, aki egy darabig azt hitte, hogy elég erős, és összeszedem magam, és Uram, egy picit segíts, de sokat nem kell, mert én megoldom, és megoldok mindent, megoldom a jelenemet, a jövőmet, a pénzt, mindent megoldok. És aztán, ahogy telik az idő, az ember rájön, hogy nem tudsz mindent megoldani, nem tudsz, egyszerűen nem lehet. De az ellenség nagyobb. Az ellenség sokkal nagyobb. Ézsaiás 30:15-ben, és ezt szerintem legközelebb fogjuk megnézni, de előrevetítem, Ézsaiás 30:15-ben ott van a zsidó nép, ott van a zsidó nép, és ellenség jön. Hát, tudod, ha az ellenség kicsi, nincs szükség Istenre, én is elintézem. Fogom, lecsapom, kész. De ha az ellenség nagy, akkor rájövök arra, hogy az én módszerem az életre, miszerint én vagyok önmagamnak a forrása, egyszerűen kudarcra van ítélve. Az asszírok jöttek Izrael ellen. Kegyetlen, barbár nép, ha lehet így mondani. Lehet, hogy nem barbárok, de kegyetlenek voltak. Lemészároltak, fogságba hurcoltak. Az életükért kellett rettegniük. Tehát nem annyi, hogy egy kicsit másképp lesz a jövő, kényelmetlen lesz, kirúgtak a munkahelyemről, új munkahelyet kell keresni, hány napot kell majd rohangálnom, hogy új munkahelyet találjak. Ez is tudom, ezek nagy dolgok, de ha jönnének, mondjuk mit tudom én, kik jöjjenek? Jönnének a törökök, na ez az, gyerünk, jöjjenek a törökök.
szeretjük a törököket, minden megváltozott, de már voltak itt egyszer. Van a történelmünkben, jönnek a törökök. De nem ám messze vannak, hanem már Szegednél. És Szeged elesett. És valószínűleg 2 nap, 3 nap és Budapest alatt lesznek. Mi most Szegedhez képest, mi jó helyen vagyunk, igaz? Mert hogy van, mindegy, lehet, hogy nem is, hagyjuk ezt. A lényeg, hogy jönnek. És a híreket halljuk, hogy baj van. És mit csinálunk akkor? Mit csinálunk? Tehát, hogy mi a módszer? Megtöltöm a légpuskámat, mert van otthon egy. Megfelem a késeket? Beszaladunk az erdőbe, elbújdosunk? Reménykedünk a hadseregben? Nem, mit csinálunk? És ezeket egyik gyakorlati megoldást és módszert sem akarom kritizálni, de az élet azt üzeni nekünk, hogy az élet kihívásai nem embernek valók. A nagyok nem embernek valók, de a kicsik sem. Az ember nem arra lett elhívva, hogy a saját erejéből önmagában bízva, önmagára alapozva élje ezt az életet. Az ember arra lett elhívva, hogy Istene legyen, és az Istenében védelmet találjon, hogy az Istenében menedéket és gondoskodást találjon. Ezt jelenti embernek lenni. Istenre nem akkor van szükség, amikor baj van, a baj csak rámutat arra, hogy szükség van Istenre. A jó időkben is ugyanúgy szükség lenne rá, ugyanúgy szükség van őre a legjobb napomon, mint a legrosszabbon. Csak a jó napokon könnyen megfeledkezek róla. A jó napokon a saját filozófiámban élek, a saját elméleteimet építgetem és szövögetem. És azt mondom, hogy ugyan már, Isten, ugyan már, oltalmam, védelmem, inkább csak púpa hátamon a törvénye, púpa hátamon a követelés, követelményrendszer, ami mind nem igaz, ugye ezek mind mik ezek? Hiedelmek, ezek csak hiedelmek. Az ördög építette őket azért, hogy távol tartson minket Istentől. Az ördög építette a világban, a kultúránkban és az egyházban azokat a hiedelmeket, amiktől a jó napokban, a jó időkben inkább kicsit távolabb maradunk Istentől, mert annyira nem jó fej. És aztán jön a nehéz nap, jön a dráma, jön a válság, és akkor Istenhez kiáltunk, mert már semmi más esélyünk nincs, és hiszem, hogy Isten a maga irgalmában és szeretetében megment minket, de figyelj, lehetek őszinte, ha a válságban kiáltunk Istenhez először, elég késő. Mekkora lesz az én hitem abban, hogy Isten tényleg megtart, mekkora békességet és nyugalmat fog hozni. Meg fog menteni, mert ő hűséges, de rettegéssel fognak telni a napjaim. És a modern embernek néha törökök nélkül is rettegésben telnek a napjai. Csak egész egyszerűen, mert a világ félelmet áraszt magából. És Isten azt mondja, hogy ne akarj egy percet se így élni, ne építsd azt a rendszert, hogy nekem az én szakmai felkészültségem a váram, nekem az én bankszámlám a váram, nekem az én idealisztikus elképzelésem arról, hogy rend lesz a váram. Ezt biztos ismeritek. Ez az alapvető, nekem is, az én álmom is a csodás életről az, hogy gondtalan nyugalomban fogok élni. Értitek? Gondtalan nyugalomban. Ezek az utolsó gondolatok a bevezetőben. Figyeljetek, hogy nem lesznek problémák. Én azt a nap, hányan várjátok azt a napot, ahol nem lesznek problémák? Jó, persze, realisztikusan nem várjuk, azért nem vagyunk naívak, de a szívem mélyén azért arra gondolok, hogy biztos lesznek olyan napok, amikor nem lesznek problémák, és amikor nem lesznek problémák, akkor én végre nyugodt lehetek, akkor szabad lehetek, akkor élhetek. És ez persze ez klassz, de ha megfigyelitek a világot, megfigyelitek a világnak, a teremtett valóságnak, a teremtett világnak a törvényszerűségeit, észreveszitek a páros törvényeket, hatás ellen hatás. Tehát, hogy a vas nehezebb, mint a víz. Elvileg a vas elsüllyed a vízben. De ugyanakkor van kinek a milyen törvénye? A Archimédesz törvénye, hogy minden test az általa kiszorított víz súlyával lesz könnyebb. És ott van a hatással szemben egy ellenhatás, amitől a hajó, ha megfelelő mennyiségű vizet szorít ki, úszik. Ugyanez a repülővel. Emlékszem egyszer,
szálltunk be egy repülőbe, és így valaki ránézett, úristen, ez vasból van. Látta a futóművet, meg mindent. Hát ez hogy repül? És aztán egyszer csak jobbra nézett, és látta, hogy pakolják be a bőröndöket. És a sajátjára emlékezett, hogy milyen nehéz volt. Azt mondja, én ebbe nem szállok be, berakták a bőröndöket is. Ez nem repülhet! Teljesen jó. De aztán az van, hogy van a felhajtó erő, hogyha bizonyos sebességet gyűjt a repülő, és a repülőnek a szárnya fönt ívesebb, mint lent, akkor az áramlási sebesség fönt nagyobb, mint lent, és létrejön egy emelő hatás. És ha a repülő elég gyorsan megy, eszméletlen az a vas repülő, alumínium, meg minden, a bőröndökkel együtt, meg a 200 emberrel együtt felemelkedik. Hatás és ellenhatás. Mi azt szeretnénk, ha nem lenne hatás. És akkor nincs szükség ellenhatásra. Tehát csak rendben van. Tehát hogy a könyvemet, a Bibliámat, az csak egész egyszerűen itt elengedem és lebeg. De nem, van a gravitáció. A gravitáció lehúzza a földre és leesik. De van egy másik hatás, az alátámasztás hatása. Hoztam egy kottatartót, zseni vagyok? Zseni vagyok. Kottatartó. Fogom magam, ráteszem, és a hatás, ellenhatás értelmében tökéletesen, értitek? Hibátlanul itt van, itt lebeg előttem a Bibliám. De van egy hatás és ellenhatás. A hatás és ellenhatás rendszerének a megértése, figyeljetek, valódi, teljes megoldást hozhat egy problémára. Valódi, teljes megoldást hoz. És erről szólt a 91. Zsoltár eleje. Azt mondja, hogy aki a fenségesnek rejtekében, hogy van, a mindenható árnyékában nyugszik. Azt mondom az Úrnak, Istenem, benned bízom. Azt mondom, te vagy a váram, kősziklám. Benned teljes biztonságban vagyok. És akkor a hatás, ellenhatás mi? A hatás az a világ. A pici gondok és a nagyok. A fenyegetések, a baj lesz, és csak ahogy reggel ballábbal keltem, és ilyen rossz érzéseim vannak, és én kivetítek mindenféle negatívumot a jövőre. Ezek mind vannak, és ezekre mind Isten azt mondja, hogy add őket nekem. A képzelt jövőtől való félelmet ugyanúgy megoldom, mint a valós fenyegetést. Én a mindenható veled leszek. Én a mindenható a várad leszek. És a problémáid azok onnan lentről, ott lesznek, onnan lentről fognak kiabálni. Mit mondasz? Mit? Hogy mondod? Hadd legyen ő a válasz az életünkre. És tudod, mit, tehát hogy ha erős vagy, kérlek, dönts tudatosan úgy, hogy gyenge leszel. Miért? Mert akkor szükséged lesz az Úrra. Kezd el gyakorolni az Úr erejét most. 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 Ne akkor, amikor jön a nagy baj, ahol már neked tényleg nincs erőd, hanem most. És ha most erős vagy az Úrral, akkor a nagy baj, mi a különbség a nagy baj és a kis baj között? Úgy értem, hogyha ez egy kőszikla, akkor arra rárakhatok egy 1 kg 50 dekás bibliát, de rárakhatok egy 120 kilós kőtábla gyűjteményt is. Igaz? Ha az alapom elég erős, akkor a baj nagysága irreleváns. Mindegy. Nincs különbség a nagy baj és a kis baj között. Sőt, sokszor a kis bajjal van több probléma, mert ott nem vagyok elég gyors, hogy odaadjam Istennek. Igazából oda kéne adnod a kis, apró, pici, hogy mit mondott, nem tudom, hol mondja, de hogy a rókák, a kis rókák mit csináltak? Megdézsmálták a szőlőt. A hétköznap problémája, a hétköznap apró, pici cseprő, hogy mondják ezt, milyen? Apró cseprő, apró pici cseprő, apró cseprő gondjai, amiket magamnál tartok, néha nagyobb fájdalmat és keserűséget okoznak, mint a nagy gondok, amiket rögtön odaadok Istennek. Edzük magunkat most abban, hogy az Úr az én váram. Hogy az Úr az örökkévaló, az én menedékem. Ő benne bízom. Ez a trükköm, ő benne bízom. És ő hű. Ő hű. Ő elintézte. Ő már a múltban, a kereszten eldöntötte, hogy ő ez lesz feléd. Jó ez? Jó ez? Csak a védelemről van
csak ilyen septiben összegyűjtve 3-4 olyan ige szakasz, amelyik mind-mind megér egy fél órát, legalább egy fél órát, 3-4 ige szakasz, vissza fogunk rájuk térni. Muszáj, hogy ez legyen a táplálékunk. Muszáj, hogy megerősödjön a szívünk, hogy körülbástyázódjon a szívünk Isten ígéreteivel, és ezekben éljünk. Amen. Amen. Mennyei édesapukánk, annyira köszönjük, hogy nem tartottad ezt titokban, hogy beszéltél, hogy elmondtad, hogy te mit és hogyan csinálsz, és hogy olyan türelmes vagy, hogy százszor, ezerszer is megismétled, hogy nem követelsz tőlünk semmit, csak egyszerű egyetértést, a szívünkre beszélsz, és azt mondod, Sanyi, én értem, de figyelj, én veled vagyok. Nem vagy, de veled vagyok. Csak várd ki, fogod látni, veled vagyok. Bíz bennem, hadd legyek a várad, hadd legyek a kősziklád, hadd legyek a menedéket, hadd legyek az erőd, hadd legyek az Istened. És mi azt mondjuk, hogy az Istenünk vagy, te vagy a várunk, és te benned bízunk. Ámen, és ámen.